mindenkinek, most azt mondom mindenkinek, és ez nagyon fontos, hogy ahogy hatályba lép ez a törvény, másnap, és ne tessenek azt várni, hogy majd leveleket fogalmazunk, és a neten megjelentetjük, mert igenis, aki aláírt egy ilyen szerződést, annak három sort képessége kell legyen megírni, ugye? Tehát, hogyha írogat Facebookon, meg barátnőkkel levelezik, akkor egy ilyen pár mondatot is meg tud írni, azonnal írja meg a banknak, hogy ne merje leforintosítani, mert egy, a szerződése semmis, minden szerződés semmis, mindegyikben jogszabálysértő rendelkezések vannak, kettő, nem tartozik a 38-as, a 40-es, és majd ennek lesz egy száma, e törvény hatálya alá. Ezt a két sort kell megírni. Ugyanis az a trükkünk, már bocsánat, hogy ezt mondom, most a bírósági pereket így alakítjuk át, hogy azt állítjuk, hogy azokat a feltételeket, amire ugye a 38-as és a 40-es törvény alapul, mi megtárgyaltuk a bankkal. És bele van írva a jogszabályban, hogy kivéve a meg nem tárgyalt kérdésekre vonatkozik ez. Értik, amit mondok? Igen. Hát, ha megtárgyaltam a bankkal, hogy lesz árfolyamra, és egyébként mindenki megtárgyalta a bankkal, mert ezt mindenki tudta. Hol? Hát, aki már pereskedik. Hát, aki elrontotta, az elrontotta. Hát, ki tudta, hogy az idén ez lesz. Hát, akkor most vártunk. Egyébként én nem akarok okoskodni egyébként, de én nagyon sok keresetet olvastam, és a keresetek 90%-a nem is érinti azt, hogy mit tárgyalt, meg mit nem, hanem a keresetek úgy kezdődnek, hogy 2008. július 16-án ezt és ezt a szerződést írtuk alá, és föl van sorolva azok a lényeges elemek, ami a perre tartozik. Én nem nagyon olvastam ilyen litániákat, hogy mit tárgyaltunk a bankkal, meg mit nem, mert a keresetek célja az nem az volt, hogy azt bizonyítsa, hogy milyen körülmények között zajlott a szerződéskötés, hanem az volt a célja, hogy magában a szerződésben milyen semmis elemek vannak. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon kevés ember van, aki ezt nem alakíthatja át. Tehát az a lényeg, hogy mi azt mondjuk, hogy nem tartozik. Így természetesen mi kérjük, hogy el se számoljon. Tehát nem kérjük vissza az árfolyamrést, nem kérjük vissza az egyoldalú módosítást, mert inkább nem kérnék vissza 200 ezer forintot, mint hogy megemelkedjen 8 millióval a tartozásom egyik pillanatról a másikra. Mert körülbelül ez a magyarországi. Igen. Na te is akkor hogy lesz tovább, ha nem? Hát úgy lesz tovább, hogy akkor folytatódnak a perek. De nem kerül a törvény hatálya alá. Így van. Folytatódnak a perek, és azt kell mondani, hogy kérem, ne tessék nekem ezzel tárgyalni, nekem továbbra is a semmiség az indokom, mert én megtárgyaltam az, hogy ő rosszul vette bele a szerződésbe, hát az az ő problémája. De hát a megtárgyalás, a tárgyalás az egy stádium, és a szerződéskötés egy másik stádium. És miután benne van a hitelintézeti törvényben, hogy a szerződéskötés folyamata a tárgyalások megkezdésétől, a tartozás teljes megfizetéséig tartó idő. Tehát a kölcsön jogviszonyban az ügyintézés, az nem csak a szerződéskötésre szorítkozik, hanem az első perctől a jogviszony teljes lezárásának az ideig. Ez bele van írva a hitelintézeti törvénybe. Ergo, egy téma a tárgyalás, és egy téma a szerződéskötés. És megnézem a bankot, hogy majd azt fogja mondani, hogy én nem tárgyaltam az ügyféllel az árfolyam résről. Halleluja, ezt mondja, mert akkor pedig a kúriának az a döntése, hogy az árfolyam kockázatvállalásnak a felvilágosítása nem volt valós, érthető, átlátható, ezzel az egy nyilatkozattal elismeri a bank. Mert ha az árfolyam résről nem beszélt, akkor az árfolyam kockázatról se beszélt. Mert ugye ezek ugye együtt járnak, ezek testvérek. Tetszek érteni? Tehát a szerződéses jogviszony a tárgyalástól kezdődik egészen a... Így van. Így van. Nem. A kölcsön jogviszony tartalma a tárgyalás megkezdésétől a jogviszony teljes lezárásig. És ebben a hosszú intervallumban kell a banknak, a PTK 205, most már más, mert ugye új PTK, együttműködni mindenben, felvilágosítani, közölni, felhívni, mindenre. Na most, ugye erre nem készültek, hát éppen Ülveci kollégám volt ma is egy olyan tárgyaláson, a fővárosi törvényszéken, föl is hívott utána, hogy a bíró konkrétan rosszul van, mert hogy fel akarja függeszteni a pert, csoda, hogy eddig nem függesztette fel, mert tényleg egy pár pert valahogy nem függesztettek fel, nálam is vagy ilyen, és akkor mondta, hogy hát ő most már azért felfüggesztené, mert itt elég érdekes dolgok zajlanak a jogalkotásban, és akkor mondta a kolléga, hogy
Hát azt nem, nehezen tetszik tudni. Hát miért? Hát azért, mert az AXA Bank azt mondta, hogy ő megtárgyalta a szerződés teljes rendszerét. Tehát amikor az első nyilatkozatot megtette az AXA, még fogalma nem volt mondjuk évelején, hogy ez a nyilatkozata nem biztos, hogy jó lesz, és lenyilatkozta az ellenkérelembe, hogy ő a szerződés minden pontját tételesen átbeszélte a delikvenssel. A Pista meg oda ment Bugyó Gabriellához a törvényszékre, és azt mondta, hogy hát látja, a bank is azt mondja, én is azt mondom, hát mi megtárgyaltuk. És akkor most mi van? Hát mi van? Hát se a 38-as, se a 40-es alá nem tartozunk, és miután a forintosítási törvény azt mondja, hogy akik a hatája alá tartoznak, azokból a jelzálók hitelesek, a deviza elszámolási hitelek jelzálók hitelesek, igaz, ugyan, hogy nem kérünk vissza semmi pénzt, tehát ez is igaz, de nem is forintosulunk, és nem tisztességtelenséget vizsgálunk, hanem semmisséget vizsgálunk. Tehát ez egy trükk, ez tény, na de, más de is nem tud, nem, nem tudnak, hogy ki jön. Hogy mire? 213 egy szakasz ABCDE. De a semmiséget mire? Hát erre alapján, erre. Ugyan indok, hogy a szerződésben... Hát az egyik indok az, hogy nincsen a szerződésben meghatározva a kölcsönösszege, mert hogy egy csomó szerződésben nincs meghatározva a kölcsönösszege, mert ott van egy összeg, de bele van írva, hogy nem ez lesz a kölcsönösszege. És ha nem ez lesz, akkor egyszer csak valaminek lennie kell, ami ugye soha nem történt meg. Kettő. Miután azt mondom, hogy az árfolyamrész kérdését megtárgyaltuk, tehát nem tisztességtelen, mert az csak a meg nem tárgyalt lehet tisztességtelen. A megtárgyalt csak éppen hát a szerződésbe elfelejtették beírni, és ugye azt meg megállapították, hogy az árfolyamrés költség, ezért marad az árfolyamrés semmisége. 3. Tekintettel arra, hogy a THM-ek 99%-ban, ha összeadom az összes feltüntetett költséget, és megnézem a THM-et, rés van közte. Rés. De nem annyi rés, mint az árfolyamrés rés, de hát azt meg még föl is kellett volna tüntetni, hanem más ismeretlen rés. És miután a résnek nincs jogcíme, hogy az mi, tehát milyen költség, és a THM-nek teljes, be van írva, teljesen le kell fedni az összes költséget, nem tudja megmondani, mi a különbség, nincs benne az összes költség, célpontos semmiség. D. Én megtárgyaltam azt is, hogy ő egy oldalon módosíthat. Megtárgyaltam. Csak azt mondta, hogy ő ezt úgy fogja megfogalmazni, hogy tényleg csak akkor módosíthat, amikor már tényleg olyan körülmények, változások vannak, ami már tényleg elkerülhetetlené teszi, és olyan biztonságos rendszer dolgoz ki számomra a szerződésben, amivel én teljesen meg lehetek arról bizonyosodva, hogy ő nem csak úgy magától módosít. Ezt mondta szóban. Hát, hogy nem írta le. Hát ez az ő probléma, nem írta le. Hát ha nem írta le, akkor nincs egyről módosítás, feltételrendszere, világosan átláthatóan, stb. Stb. D pontos semmiség. Most akkor jön az E pontos, ez mondjuk a szerződések kb. 60%-a, az tény, a törlesztő részlet nincs meghatározva egy csomó szerződésben, annélkül meg semmis. Tehát még mindig fönnmaradt ez az 5 pont, az a lényeg, ki kell ütni a tisztességtelenséget, ki kell ütni a PTK-t, mert a speciális törvény a HPT-nek kell érvényesülni. De ezt csak így lehet. Nem, és akkor még nem jött két fontos kérdés. A Kúria 2/2014-ben azt mondja, hogy ha tudom bizonyítani, hogy nem volt valóságos a tájékoztatás, félrevezető volt, illetőleg nem számíthattam a tájékoztatás alapján arról, hogy ilyen nagyságrendű árfolyamemelkedés lesz, akkor az tisztességtelen, halleluja, vagylagos kereseti kérelem, mivel bizonyítom? Bankszövetségi tanulmány, az minden perben döntő lesz, mert hogy nem csak január 26-án megcsinálta, január 31-én az MTI közzétette, és az MTI-nek erről egy cikke készült, és az MTI cikk és ez a tanulmány együtt letagadhatatlanná teszi, ugyanis az MTI cikk pont azokat a mondatokat idézi, ami a lényeg, hogy 20 év távlatában a forint erősödni fog, és nyugodtan vegyenek föl devizahitelt. Aki 2008. februárja előtt vett föl kölcsön, annak ott az árfolyamsáv biztonsága. Az árfolyamsáv biztonsága mindenki magáért beszélt, hogy 15%-os eltérésnél beavatkozik a Nemzeti Bank, és olyan lehetetlen, hogy így elszabaduljon. Tehát ott megint nincs gond. És még van egy nagyon fontos elem. Az, hogy azt mondta a Kúria, hogy az árfolyamrésnek nincs szolgáltatása, aminek ellenszolgáltatását kéne fizetni. Na de azt mondta ugye tavaly decemberben ezzel a förtelmes 6/2013-assal,
hogy itt nem kell semmilyen devizának lenni, itt ez csak úgy meg van határozva idegen devizában a kölcsöntartozás, ez csak egy elszámolási tétel, és forintban adósodtak el az emberek. Semmi gond. Hát akkor az árfolyam emelkedés, hogyha nincs mögötte deviza, akkor mi a funkciója? Hát nincs funkciója. Hát nem is, a bankok nem is mondják, soha egyszer mondta egy hülye, szerintem az megbánta, majd megkeresem a neten, értékállandósági tényező. Igen, igen. Behozták ezt a időt. Nem baj, jaj, nem baj. Hát akkor az infláció fölötti rész eleve visszajár. Hát mert ugye az infláció az összeg, amivel romlik. A mérték, amivel romlik a pénz. Ha az értékállandóság volt a cél, gond, hogy szállsz, gyerekek, inflációt megkapjátok, többi vissza. Ugye? De a kurja azt mondta, hogy amivel szemben nincs szolgáltatás, ellenszolgáltatás se lehet. Hát, hogyha csak forintról beszélünk, ő egy viszonyítási pont. Az árfolyam emelkedésből származó fizetési kötelezettség olyan ellenszolgáltatás, aminek nincs szolgáltatása. Mert ha ő tényleg vett volna devizát, tényleg konvertálta volna, tényleg azt adta volna ide, hát akkor nem tud mit csinálni, mert tényleg ide adott ennyi svájci frankot, hát akkor bukta. De ahol semmi ilyesmi nincs, ott az árfolyam emelkedés ugyanúgy visszajár, még akkor is, hogyha másik okból, tehát a tisztességtelenség, a tájékoztatás hiánya miatt ezen jogcímen is visszajár, tehát kettős jogcímünk lett, de az a lényeg, hogy optimista vagyok annyiban, hogy mi mindig egyel okosabbak vagyunk. Tehát az egy nagyon fontos, hogy a devizahiteles társadalom, épp egyik nap egy összejövetelen mondtam, az egyetlen túlélő populáció. Tehát ebben az elmúlt 5 évben úgy megrángatta ezt a társadalmi réteget,